I'm cold. Would you let me stay here for tonight? I know who you are. You're Jean Valjean. Right, my girl. On your way. I had a dream my life would be. Help me, please, I have a child. So different from this hell I'm living. So different now from what it seems. Where is your child? No life has killed the dream. One day more. Is that? Another day, another destiny. Mademoiselle. It's never-ending road to Calvary. Where's the child, Cosette? Tomorrow you'll be worlds away. Who was that girl? Cosette. And yet with you my world has started. But he never saw me back. One day more to revolution, feeling nipped in the bud. We'll be ready for these schoolboys. They'll beat themselves with blood. One nation, one youth, beginning in survival. To the barricades! Sziasztok, ez itt újfent a Kocka Játékbárja, és a filmtár harmadik adását hallhatjátok már, amely szintén két filmet fogja tartalmazni, illetve lesz egy vezető, ilyen kis felvezető témakör, elgondolkodható témakör, ami elsőben a filmes box office, azaz a filmes bevételek, a kassa témaköre, illetve a legfrissebb, legnagyobb bevételekről egy kis szösszenet. Emellett az én véleményem az erre ható új hollywoodi erők, a 3D és a IMAX és a 48 FPS a többi negatív és pozitív hatásait vetni össze, illetve szedni össze, foglalná össze. Emellett kicsit kitérnék a YouTube részre, amely meglátjátok, hogy miért térek ki erre. Kezdjük úgy, hogy van ugye egy top 100-as Hollywood lista, a Box Office Mojo, ami a legnagyobb ilyen box office oldal, filmes honlap, ugye, ahol statisztikákat is vezetnek, illetve tényleg a számadatokat írnak le, adott filmeknél, illetve külön listázzák a legtöbb, legjobb bevételt hozó amerikai és a világszinten filmeket, illetve a 3D-s bevételesket sorolhatnám, akkor stb. Itt a legnagyobb gond az szerint, hogy ha az inflációt nem veszik figyelembe teljesen, hanem csak olyan 50%-ban, ugyanis csak az amerikai inflációról van egy érték, ugye a régi filmek kapcsán. A világszinten ezt nem láthatjuk. Emellett a legnagyobb baj számomra az, ez az egész hírezés, amikor ugye híreznek, hogy ó, ez is ez rekord döntött, hogy a 3-4 év óta nézzétek csak meg, vagy nézzük csak meg azt, hogy hány film kerül be a top 10-be új film, vagy 3D-s, és csak a 3D miatt kerül be a top 10-es box office listára. Hány olyan filmet lökött rá, amelynek egyébként sokkal megérdemeltebb helye van ott, és valószínűleg előrébb is lenne, hogyha a 3D-t és az inflációt néznénk, a 3D-t pedig nem, az újabb, ott megjelent sikerfilmnél. Tehát említettem az Alice csodaországban, amely
ilyen, de ugyanígy a Transformers 3, már bocsánat, aki szereti a filmet, de én is azt hiszem, ugye az internetes többség is alig láttam, azt gondolja a film sorozatról sajnos. De sorolhatnám ugyanígy a Star Wars első részét is, amely azt hiszem pont nincs benne az első tűzvedelék, és az elég közel áll hozzá. Igen, azt hiszem 12. Vagy a Karib-tenger 4-et, hát az is a legrosszabb a sorozatban. Ott is csak a 3D és a friss frissesség az, ami mellette van. És ezt nem jelzik ezek a rohadt listák, már bocsánat. De tehát ezt utálom úgy általában minden, hogy a statisztika az sokszor csak arra van, hogy hazudjanak, csaljanak, másítsanak, megmásítsanak dolgokat. És itt ez a Box Office Mojo is, azon pedig ez utána a világ legnagyobb és leghírhettebb filmes bevételi oldala. Tehát ezért ez számomra szánalmas, már elég régóta így van. Ezen kívül azt se nézik, sokszor nincs odaírva itt a Box Office Mojo, ellentétben néhány magyar filmes újságnál, vagy újsághoz képest, hogy 18-as a film, mindjárt ott kéne legyen az a fő összeg mellett, adat mellett, számadat mellett, hogy 18-as. Vagy mindenki nézheti, mert ez sem mindegy, tehát ezt azért valljuk be. Igen, mennek be 16 és 18-as filmekre is mondjuk, 12 éves gyerekek, de hódzijára egy nem hatalmas számban ellentétben egy 12 éven óliaknak nem ajánlott filmnél, vagy egy olyan, ami korhatár nélkül megtekinthető, hát arra mindenki fog bemenni. Ez természetesen nagyobb bevételt fog hozni, ezért is csinálnám úgy szerény reményem szerint, hogy a 18, tehát a 18 fölötti jegyeket nézni, mint mindenhol megkötés a 18 életév, ha már ilyen fókuszadatokat, főadatokat és stúdiókat is befolyásolatokat mutatnak, akkor itt is kezeljük felmetten a dolgot. Legyen 18-szor fölüli bevétellista is, mondjuk. Meg legyen egy olyan, ami, értitek, ami meg összefogja az egész nézősereget. Vagy ugyanezt mondanám a nézettségnél is, ugye ahol van, Magyarország esetében van. Itt is például a Jégkorszak 4 az első. Hát persze, hogy az első is, hát gyerekek százezrei is akár mennek megnézni, egy egész család megnézi, nem egy esetben akár. Tehát nem is csodálkozok rajta, hogy az a legnagyobb bevétel szerző itthon legalábbis főleg. Ahol nem kedvelik a 18-as filmeket a népek. De ugyanez a gond az erőszakos filmeknél ellentétben ugye. Ahol erőszak van, ami azért valójában mégis eléggé valóságos sajnos. 18-as film, mondjuk a Tarantino filmeink nem szoktak olyan nagy sikerek lenni. Az elején kap egy lökést, és utána az a lökés elvész. Tehát egy csomó olyan filmen látom, de képregényeknél ugyanez. Elején megnézik sokan, ott vannak a rajongók, és ennyi volt, utána már szépen, jó gyorsan csökken a nézettségi ráta. Tehát igazából ez idegesít engem, hogy az Avatar ugye elvitte ezt a nagy 3D-s bizniszt, ez bejött. Még maga a film egy copypaste halmozmány volt, egy hatalmas másolat, hatalmas félrevezetés olyan szempontból, hogy James Cameron azt mondta annól, hogy 10 évig készítette a forgatókönyvet. Hát ezt mondta azt hiszem majdnem 8 vagy 10 évet a Christopher Nolan is az eredetre, de neki ezt inkább elhiszem, mint James Cameronnak. Tehát aki a Pocahontas volt, a Vakosokkal táncolóból és az utolsó szamurájból totális copypaste elemeket hozott át, átszínezve mondjuk kékbőr van, sima emberből helyett mondhatnám akár ezt is, tehát körülbelül ennyi az indián különbség. No, de térjünk vissza arra, hogy itt ez hatalmas 3D-s lobbanást csinált, aztán utána minden stúdió 3D-t akarta, amelynek pozitív előnye is lehetnek, ó igen, ezt elismerem. Ott van a moziba újra bevitt emberek, akik ugye már régebben esetleg elmentek hozzá, de már akár 4 év, 5 éve, 6 éve nem voltak moziba, én is ismerek pár ilyen embert. Itt nagyon ritkán állnak moziba, és ezeket ez visszahúzza. Ez bevételileg jó a stúdiónak, de jó lehet a nézőnek is, hogyha tetszik neki a film, főleg, hogyha értékes mondani valóval, és kidolgozással találkozik színészi alakítások, jó színészi alakítások mellett. Ez nagyon jó lehet. Vagy például ott van ez a 48 FPS.
ha ezt fölfejlesztik, akkor jó lehet, mert ami kritikákat lehet olvasni róla, az az inkább, hogy kezdetlen a dolog, illetve meg kell szokni, hogy annó 3D-t is ugye szinte mindenki, most már minden ilyen nagy filmnéző szinte arra megy el elsőre. Kivétel néhányak, mint akár én sokszor. De a 8-as egyébként én több dolgot látok, de erről van lehet, hogy csinálok egy következő témakör technológiáról. A technológiákról fontosan most már többféle van. Tehát ezek a pozitívumai, de bevétel ügyileg mindenki a stúdió fog jól járni. És látszik, hogy ezért előttetik. Még olyan rendezőknek is a 3D-t, aki láthatóan nehezen megy rá. Mert este 3D-be forgatni, mert ő se szereti, de utólag rá előttetik, már sok ilyen eset volt. Még akkor is, hogyha azt mondja, hogy hú, tetszik neki, látszik rajta, hogy nem az igazságot mondja teljesen. Mert a stúdió előttette rá a 3D-s forgatást. Főleg, hogyha konvertálnak. Utólag. Hát szóval ez lenne jövő, mert nem tudom, ti mit gondoltok erről, ezekről az ilyen falsabb adatokról, mert én ezt sose szerettem, hogy nem látjuk a teljes valóságot, és ezt most kivetítetnénk itt aztán nagyon széles körben, részletesen minden témakörbe itt a világon, meg főleg Magyarországon a statisztika témaköré. Főleg úgy, hogy nekem volt egy ismerősöm, aki dolgozott is egy statisztás cégnél, meg ott végzett annól az egyetemen Pesten, elmondta, mi a rideg valóság, amire egyébként sok ember gondolhat, és nem akarok többet így elmondani erről. Az a rideg valóság. Meg hát én tanultam is egy darabig sajnos, úgyhogy a tanárokról megvan a véleményem, akik tanították, és róluk pedig más egyéb tanároknak volt meg egyébként a véleménye, gazdasági tanároknak, csak nem statisztika. A saját órájukon nem nevezek nevén senkit, érthetően. No, tehát mi a véleményetek akkor erről a filmes bizniszről? Hogy mennyire liegik túl a stúdiók itten az eredményeket, mennyire egyébként az ő sikerük ez, vagy a rendezőjéről is lehetne egy külön témakört csinálni. Én a rendezőknek gondolom a sikert, és nem a producereknek, meg a stúdióknak. Nagyon csekély az az eset, amikor egyezik a kettő, mielőtt ugyanaz a rendező és a producer. Na, akkor lehet mondani azt szerint, hogy itt a producer is siker, hisz a rendező ölte be a saját ötletébe minden erejét és pénzét és mindenit. De ilyen eset például nem sokkal, mondjuk mondhatnánk Peter Jackson tépességgel ma igazán, aki ilyen, vagy Christopher Nolan sokszor is feleségét. De ennél többet nagyon nem mondom talán, ahol nincs külön nagy producermágnás vagy stúdió, és csak a pénzt néznék. És utána kicsit félre tájékoztatva jönne a siker. Ez lenne fontos, hogy Amerikában nézettséget mérjenek. És esetleg zárójelben rakják oda, hogy mennyit ért el a film. Azon az igazi valóság. Személyen szerint. De tényleg át gyorsan a YouTube-os kommentemre előbb, hát így akartam átvezetni, a YouTube-nál is van egy ilyen kis statisztikai hiba személyen szerint. Láthatjátok így a nézettséget, amelyet most majdnem 57 ezer fele halad a halkocka játékban, és ezt nagyon köszönöm nektek. Most már YouTube partner is lesz a játékban, úgy tűnik, egy héten belül, mert már a szerződés elvileg megvan. Ezt is részben nektek is köszönhetem, sőt, viszont az a vicc, hogy ezek az adatok, amiket ugye néznek, ezek a partner cégek, ezek sokszor nem teljes képet mutatnak. Ugyanúgy, amikor halljuk, hogy itt egy nagy sztár mekkora bevételt hozott az a klipjével, stb. Vagy akár főleg a csatornájával, akkor ez nem szó szerint kell érteni, de a rádiók természetesen hírérték és bulvárérték miatt, illetve hát a Blick és egyéb újság úgy veszi ezt föl, hogy egy milliárdan nézték meg a Gangnam Style, hát akkor azt tudja, hogy annyi csalódást kell okoznom némelyeknek szerintem. A YouTube az úgy nézi az egyes, vagy csak videókra tekintve a nézettséget, valaki megnézi ötször, akkor azt ötnek fogja tekinteni, annak ellenére, hogy egy ember nézte meg ötször, nem tudom, értitek-e azt, amit most ugye ezzel akarok mondani. Tehát kicsit fals itt is a dolog, ugye a jegypénztárnál nem tud, bár de ott is úgy van egyébként valószínűleg, tehát ott is úgy van, mondjuk szerintem ott is úgy számolják, most így eszembe jutott, tehát az is egy kicsit fals, még így látszik a nézettség is, ha nézettségi adatokat adnak meg, hisz hát ott is valószínűleg, ha valakit összenézi meg, azt megint beszámolják. A lényeg az, hogy nem személy szerint van YouTube-on, aztán főleg nem a számolás, tehát a Gangnam Style-nak nagyon sok őrült rajongója van, ahogy például az Alkonyat filmeknek is. Azok nem egyszer fogják megnézni, hanem 20-szor, de az attól még mindig egy személy marad. Tehát az 1 milliárd nem biztos, hogy igaz, ennyit szeretném mondani nektek, de amely még nagyobb furcsaságokat okozhat.
az, és nem akarok senkit sem megbántani, előre mondom, még akár saját magamat is, hogy nálam is például ott van majdnem 57 ezeres lesz a nézettség, az nem annyi. Kérem szépen, az valószínűleg annál kevesebb, hisz azt meg úgy számolják ki szintén, ugye a kedves YouTube, hogy videóként néző, ugye összeadja, kész, hányan nézték meg a videót. Nem úgy van, hogy most egyenként ugye minden videót annyian néztek meg, vagy az egész csatornádat annyian néztek meg, hanem egyszerűen ezeket, amit az előbb mondta, a videóra lemondta, összeadja és kész. És mint tudjuk, egy videót, tehát többször megnézhet ugyanaz az ember, vagy akár 10 videót megnézhet ugyanaz az ember, de azt is a YouTube természetesen úgy fogja tanítani, mondjuk egy ember megnézett egy óra alatt 10 különböző videódat a 100-ból, akkor az 10 nézettség, ami nem teljesen igaz, mert ugyanaz az ember nézte meg. Tehát mondom, ezt is értetek akkor, vagy mit akarok ezzel mondani, ez is csak egy ilyen furcsaság, érdekesség kép, vagy ez egy kicsit ilyen, ez is ilyen félre tájékoztatás valamilyen szinten, de hát a reklám cégeket szerencsére, vagy nem szerencsére, ez nem érdekli. Úgyhogy igazából ez az, ami elmondanék erről a témakörről. Térjünk is át a filmek mezejére elsőként, esetleg a címből is kitaláltátok, az Argo akciót vesézném ki. Az Argo akciót ugye Ben Affleck rendezte, aki mostanában nagyon sikeresnek mondható rendezésügyileg, színészileg, korábban se, most se, és talán sajnos a közeljövőben se lesz egy sikeres színész, de rendezőként szinte mindenhol elismerik ezt a művét is, dicsőítették a kritikusok, a szakértők, bocsánat, és én is akkor vártam annó, mert nekem tetszettek az előző ilyen krimi, thrilleres filmjei, viszont most egy politikai történelmi thrillert készített, amely, mint tudjuk, mindig nehéz eset lehet, elmehet az eset egy nagyon leegyszerűsített sztereotípiás dolog felé, egy oldalúság felé, és elmehet egy árnyalt oldal felé, vagy sőt, van egy harmadik eset, esetleg egy semleges, senki oldalára nem álló oldalai, vagy minden két oldalt árnyaltan bemutató oldal felé. Vehetjük a minden két oldalt, tehát bemutató, tehát árnyalt oldalt a Homeland esetén, amit nemrég mutattam be a sorozatban. Vehetjük a semlegest, a semleges oldalt, hát melyik lehetne semleges oldal? A semleges oldal az talán a Trója egyébként annó, ahol még az isteneket se vitték bele egyébként, tehát még mitikus mentes is volt a film, de mind a két oldalt azért nem próbált szerintem totálisan pozitívan beoldatni. És van ugye az egy oldalúság, amit sajnos az Argo akcióra kell említenem. Az Argo akció túl egy oldalú lett, egész teljesen az amerikaiakat érdeklő sztorira, amit szó olyan látképpel van megmutatva teljesen. Tehát ezt amerikaiak megcsinálták amerikai pénzből, amerikai tudatból úgymond, és történelemből, stb. Teljes amerikai a film, ennél amerikai filmet nem is lehetne csinálni, a színészek is amerikaiak 90%-ban. De még itt sem lenne annyira gond, hát hány ilyen film van, ami esetleg jó is lehet. Lássuk Oliver Stone egyes jó kis Vietnám és egyéb filmeit. Vagy a tőzsdés filmjeit ugye. Itt a legnagyobb gond az, hogy a kamerával és a rendezővel ez még jobban erősödni is látszik a film alatt, hisz ráközelítenek például különböző vezetők hős tetteire a háttérben, ahogy megy Ben Affleck az irodába, ott egy emlékérem, meg mit tudom, ugye ez a tipikus, még rá is erősítenek. Nem kéne mutatni is megmondva, ott lehet a falon, én nem azt fűzött, ne legyen ott a falon, hanem azt, hogy a filmben nem kéne fókuszálni még külön ezekre is, ha a film alapja, a tematikája, a bemutatása amúgy is ugyanaz, azt nem kéne még felerősítetni ezekkel, de itt felerősítik, tehát itt hazafias hősök jönnek, stb. És nem úgy, mint a Homelandben, a végére semmi nem fog megváltozni, stb. Tehát nagyon ezt higgyétek. És maga a rendezés is az maga elég érdekes, tehát azért látszik továbbra is beleplek egy idős stílusa, van stílusa, kétségem fér hozzá, azért nincs is annyira gond itt a forgatókönyvvel, annak nagy gondok ebben a filmben, unalmas a film, lehet itt a magyar címe megint elfecsérelt Argo akció, ami nagyon nem igaz, a filmre itt nagy akciókra nem kell egyáltalán számítani. Ezen kívül a maga az, amit kitalálnak a terv, az is nagyon komótosan
történik meg, amely persze olyan szempont érthető, tehát realistább megfogalmazással készítették el itt a forgatókönyvet is, hát láthatjuk, mint így ezt a Szabó Baka ki, teszem a negyedikos hirtelen, ugye az is nagyon tipikus, igen, realista kémfilm volt, egyébként az is jó volt ennél a filmnél, még tavaly előtt. Sokkal volt színészileg minden fronton. De itt nem érződik, mert nem jó mellett a színészi játék se nagyon. John Goodman tudnám kell megenni és Ellen Arkin, de ők se olyanok, hogy most leáll az agyam, mert annyira jól játszanak. Nem egy olyan emlékezetes szerepet nyújtanak, amiért már dobnám is az Oscart. Még akar jelölésbe se vagyok biztos. A többiek meg teljes átlag, vagy még az sem. Tehát ezzel nem tudják felerősíteni az unalmas perceket, részeket. Ezen kívül azt maga a sztori is igazából az amerikaiakat érdekelheti, nem egy olyan sztoriról van szó szerint, amely mindenkinek szóló hatalmas mondani valókkal szolgáltat. Tehát nem úgy, mint mondjuk a Hobbit annó, akit annyira sokan lesz hittak, igen, és egy lassabb részekkel is rendelkezik, de ott mindig nagyon jó színészi játék, párosul hatalmas művészeti háttérbeli munka, a számítógépes effektusok is hatalmasat nyújtanak, a színészi játék nem lehet, meg a mondani valók súlya, és már több fálfaja, ott egyszer több mondani való is van. És olyan, amely minden országra teljesen értékes és megfontolandó és elgondolkodtató. De ebben a filmben én ezt valahogy nem látom. Lehet, hogy én vagyok már ilyen régi módi, vagy nem tudom, de itt ezt nem látom, és emiatt lesz nagyon jó, hát egy sablonos is, gicshegyes is, ahogy itt sokan írogatták, mint látom itt éppen az egyik fórumon. De ez a gond is, emellett nem értem ezt a rohadt sok díjat és jelölést, tehát hogy a többi jelöltekből sokkal jobb filmek vannak, ezt nem sokan fogjátok látni a következő második filmbemutatónál. De nem értem, hogy mi olyan dicső ebben. Ben Affleck-nek az előző Tolvajok városi című film és sokkal erősebb hatással bírt. Végig ott volt a feszültség, itt hiányzik a feszültség is, pedig itt azért egy fontos dolog lenne ebbe a TUSZ kiszabadításba. Én csak az utolsó 10-20 percben éreztem feszültséget, de mivel gondoltam és tudtam a végét, de ha elolvastam volna még Wikipédián vagy akárhol, akkor biztos 100%-kal tudtam volna, de amúgy is előre tudható. Ezért nagy meglepetések nem vártak engem. És emiatt csak egy 60%-ot tudtam adni a filmre. Úgyhogy a kamerát is sokszor rángatták, ezzel megint azt a rossz shaky cam érzést, a rángatózó ilyen Bourne és egyéb filmekben előjövő érzést keltették bennem, főleg itt, ahol nem is akcióznak, itt még inkább negatív érzést keltettek. Ezen kívül nagyon sok az archív felvétel. Ettől nagyon dokumentarista jellegű a film, viszont egy dokumentarista jellegű filmnek nem kéne ennyire egy oldalnak lennie. Szóval ez megint egy ilyen paradoxont alkot, ettől is nem fog tetszeni jobban az embernek a film, én véleményem szerint. Úgyhogy sajnos számomra ez egy hatalmas csalódás volt, Ben Affleck színészként pedig továbbra is pocsé. Erről nem biztos csak, hogy ő tehet, lehet, hogy az oktató is, vagy nem tudom, vagy az ihlető, vagy akik te tanultan, no, mert ugye az is sokat számít, nem csak a saját tehetség, hanem az, hogy hogyan vezetik tovább a tanáraink, illetve a pártfogóink, stb., vagy azok, akiket mi tisztelünk, és esetleg később lehetőségünk van tőlük tanulni. De ez akkor is rossz látni, hogy Benefrak, aki színészként indult, sajnos csak rendezőként fogja jól végezni, már szinte úgy látszik életében, de hát ez van. Úgyhogy inkább térjünk át egy másik, sokkal jobb filmre, amelynek címe... Hát ezt kérem szépen, ezt talán hallottátok. bevágott kis 2-3 perces zenerészetben, amely a filmben hangzik fel, és már szintén egy koppintás egy korábbi Django című filmben, amelyben Franco Nero volt a főszereplő, akit be is rakott Tarantino mesterjem.
Igaz, hogy csak tényleg egy néhány perces jelenet elég. Hát ott a Django elszabadulról beszélnék, amely sokkal jobb film, mint az előbb említett Argo akció. Már csak amiatt is, mert gyakorlatilag rossz színészi munkát nem tudok mondani a filmben. Az öt főszereplő közül, akit említenék, abból négy olyan, hogy fá, wow, ennyit tudok mondani, tehát igazából tökéletes a színészi összhatás. A forgatókönyv pedig mesteri továbbra is, hát Tarantino a szavak mestere, tehát a párbeszédek mestere, ezen kívül szerintem a egész jó történések, csavarok, meglepő fordulatok mestere is. Itt nem a szuszpenzra, a Hitchcocki útra kell úgy meggondolni, módira, ami szintén tökéletes a maga mondján, hanem a ugye megszokott Tarantino effektusokról. Hirtelen halálok, szinte sokszor bárkinek halhat. Nem tudni, hogy ki fogja túlélni itten a filmet, főleg egy ilyen hosszú filmet. Nem tudjuk, hogy esetleg ki az, aki mégis a másik oldalon áll, tehát sorolhatnám. És közben a párbeszédek pedig tökéletesek. A zenék szintén hozzák azt a tarantinoi stílust, amitől úgymond tényleg ilyen cool lesz a film. Emellett szerintem ebben a filmben nagy részét jó hallgatni külön is, tehát olyan zenéket válogatott ki, amely külön is megállja a helyét, nem csak a film alatt, pedig sokszor volt olyan, hogy a film alatt tök jónak tűnt, de külön én nem hallgattam, ebben a filmben ez se gond. Viszont van egy-két olyan zene, vagy jelenet sor, ami túl modernná teszi az 1980-as években játszott a filmet. Sokszor Django napszemeget hord, ezt talán láthatok egyes képeken és trailerekben. Ez szerintem egy kicsit kiveti a nézőt ebből a korszakból, de olyan napszemeget hord, ami tökre modern. És csak ő, természetesen, a filmben. Ezen kívül van egy rész, amikor ilyen rap, hip-hop zene megy, az teljesen elüt a film mondandójától, illetve attól a korszaktól, és az annyira, és az az egy szám lesz, ami ilyen, az összes többi azt mondja, pontosan megfelel annak, amit a film mondani akar, de ez valahogy nagyon elüt. Lehet, hogy szövege nem is figyeltem, van valami hasonlóság, mert azért van azt a valószínűleg Tarantino úr, de az valahogy nagyon nem jött be. És a film vége fele, hát majdnem ilyen hullajó effektusba jönjünk már át, annyi vér tócsa tering mindenhol, illetve a főhősünk kicsit Terminátor módba kapcsol. Ez a Kill Bill-nél volt, az arról is szólt részben, hogy azokat a filmeket idézze meg, itt viszont valahogy ezt kicsit a végén túlerőltették, úgyhogy ezek lennének a hibák, amit el tudnák egyébként most így gyorsan mondani a filmről. Ezen kívül csak pozitívokat lehet. A fényképezés mesteri, azt hiszem jelölték, ugye, jól emlékszem, az Oscaron tökéletes jelölés volt kivételesen. A zene is mondom, igaz, hogy nagy részt 95%-ban válogatás, de és úgymond koppintás, de valószínűleg ilyen megbeszélt módon előző filmek sorából, amelyeket Tarantino is kedvelt. Ennek ennyire tökéletes 95%-ban, ahogy említettem, az egy szám, nem? Az aláfestés is. A színészek a legjobbak talán. Samuel Jackson-t régen láttam ilyen jónak. Mostanában kezdett elszürkülni, és jó pár szarfilmben is szerepelt. Sajnos, legyünk őszintén, például az Philip. És az Avengers-ben sem volt valami hatalmas színészi munkája, vagy az előtte lévő Marvel filmekben. Itt viszont tényleg kitűnik. És egy olyan szerepkört is kapott, amely ezt meg is teheti. És nem akarom elmondani, hogy melyik oldalon áll, én annó eleve más gondoltam róla, meg azt is gondoltam, hogy kevesebbet fog szerepelni, és többet szerepelt, és ez jót tett neki. Tehát lényeg az, hogy nagyon különböző szerepkört kapott, mint főleg amit mostanában, de talán a többi filmjéhez képest is, mikorábban szerepeltek. És nagyon jó lett ide, és egy érdekes karaktert formált meg. A másik, akit kiemelnék, az újfent, Christoph Waltz. Ja. A Becsülön Brigantik után, hát ez valami iszonyat jó itt megint. Itt egy kicsit humorosabb ínyét is megmutatja. Itt a figurája talán olyan komoly, mint ugye Landa figurája volt, de mindemellett ugyanúgy szerintem emlékezetes van, igazából hasonlít egy picit valami szinten egyébként a Landára, hát elő egy ugyanolyan német fószerről van ugye szó, aki azért nem tökéletes gondolatokkal rendelkezik, illetve pszichikai érzékkel, de tehát mondjuk úgy, hogy nem egy teljesen normális emberről van szó, de ennek ellenére szerintem sokakat megfog majd a karaktere. Mert maga, még a maga a kocsija, meg a lova is, aki a bemutatáskor biccent, ezt annyira jó megoldott a Tarantino, meg maga ez a álfogas kocsi. Hú, most kicsit át is felreztem, mert most már annyit árulok el, már nem sok eszköze van magának, konkrétan ennek a fogorvosi kocsinak.
igazából film eddig egy álca, nem nézzétek meg a többit, de ennek nem ilyen jó megoldottá. Tehát Christoph Waltz megint azt nyújtja, amit kell, megint nem elte elő. És ennek a tényleg alapján azt hiszem, hogy csak parodisztikus lesz, de nem. Azért nem csak az én törik elő belőle, hanem bemutatkozik az, ami, amiért azért a Landával is láttunk, az a sötétebb énje is, illetve a kötelességeknek való 100%-os meggyőződés. A pénzért ölni kell, stb. Tehát nem, tehát azt meglátjátok. A harmadik személy, Jamie Foxx, akit szintén féltem annól a trailernél, én őt sose tartottam az Oscar-os szerepén kívül hatalmas színésznek. Nem rossz színésznek egyáltalán nem tartottam sose, de annyira nem jön attól, mint amennyire sokan kiáltották. Mindig is Oscar erős színész volt, meg mit tudom én. De ebben a filmben ő is felnőtt a feladathoz. Igaz, hogy mondom, a végére a karakterét egy kicsit talán túlzásba vitte talán. Olyan szempontból mondom, kicsit ilyen Terminátorosra faragta, most ezzel nem akarok itt többet elmondani nektek. És kicsit sértetetlenné, de értem, hogy miért, meg van a mondani valója, itt a rabszolgaság, meg a feketék sorsa, illetve az ellenpólus akar itt a Tarantino ebben a filmben elővinni, tehát itt igazából úgymond ez egy ilyen rabszolgaság a négerek szeméből, illetve a bosszú ebben a filmben is hatalmas szerepet kap, mint a kívül, meg egyes más Tarantino filmekben, tehát itt fontos az, hogy most így elégtételt ad a, úgymond a rabszolgasorban sínlődő, sajnos sínlődő feketéknek annó, ahogy annó a Veszlem Brigantiba pedig ugye a Amerika, a zsidók, az egyebek szemszögéből tett elégtétel, akiket ugye teljesen meg nyomorított a háború. Tehát valószínűleg, ha lesz most leveg, lesz még egy harmadik ilyen amerikai korszakot, úgymond bemutató film, ami most nem lehet tudni, hogy gangster film lesz, mert arról is lehetett hallani arról, hogy úgymond egy ilyen Veszlem Brigantik oldalág lesz, csak feketékkel, azt hiszem. De majd meglátjuk. De ez folytatódik ebbe a filmbe is, ez az amerikai korszak, ahogy a Tarantino is ezt fogalmazta, hogy az amerikai érát különböző részeit mutatja be. Most ilyen spagetti western, korábban a másik világháború is korszaka. És ugye az ellenpólusok két oldal, most itt ugyanúgy fehérek, feketék, illetve rabszolgaság, rabszolgatartók, tehát ezt így nagyon jól mutatja ezt az ellenállást, vagy fontosan a szembenállást, és hát az ellenállást a rabszolgák felől. Illetve sokszor találkozhatunk spagetti westernre utaló jelekkel, tehát igazából nem csak ugye egy rabszolgás filmre van szó itt, hanem egy tisztelgés a spagetti westernek előtt, de igazából ez egy mindenképp egy mix, egy keverék, sőt nagy részt én inkább a rabszolgaság oldalát emelném ki, talán a filmben is csak kisebb részben van benne a spagetti western tisztelgés, de az is benne van. Tehát a rendezés is nagyon jó egyébként, mert pörgős, még ami talán hiba, hogy a egy-két jelenet kicsit túl lett nyújtva, amikor már túl beszélik a karakterek magukat. Amikor már nem vicces, arra akarta valószínűleg kivinni a Tarantino, hogy viccest mutasson, de ez egy idő után nem jött be nálam is, láttam sokan másoknál is, például hát hogy is mondjam ezt nektek, spoiler nélkül a fejszatyros jelenet, hát most egy kicsit nagyon furcsán lett fogalmazva, de ha meglátjátok, sok ember fején van egy szatyor, egy maszk. Tehát az például nagyon el lett ilyen szempontból rontva a végén már, kicsit túl sok volt belőle. Ugyanígy a DiCaprios résznél volt egy-két olyan lehet, amit már kicsit instantottam volna. Tehát talán néhol elszaladt a lóláb, már Tarantino is öregedik, hát ez van. Viszont igazán robbanékony, szó szerint is Tarantino a filmben, hisz megint szerepel a filmben, egyébként ugye a vége fele már hiányoltam is annól, hogy miért nem jött megint elő, hát ő is majdnem minden filmében szerepel, mint Peter Jackson. És tényleg robbanékony volt ott a szószoros értelme is, de ezt már meglátjátok, hogy miért. Illetve látszik az eleje a rendezésben, hogy igen, ő itt most már akarja mutatni a saját vízióját, a tisztelgését, a korábbi Django, illetve egyéb spagetti westernek előtt, illetve egyetért a rabszolgaság elleni küzdelemmel, és ez is látszik a filmben. De minden mellett ugyanúgy megvan a szokásos humorosabb oldal a Tarantinónak a filmben, egy-kettő perc nem jött belőle, amit említettem, de nagy része igen. Nagyon jók a monológok, illetve a gyors egysorosok. Ezen kívül az akció is szerintem jól van rendezve. Nála a végén nagy
vér zuhat a nézőre, de az is stílusosan van azért megoldva, csak az is kicsit talán el van húzva. Ezért mondtam, egy kicsit a hullanyúlásút ilyen szempontból. Tehát nem ilyen egyperces lövöldékről van néha szó, meg vér ömlésről, hanem néha akár 10 perc majdnem. De ezen kívül megvan az, amit szerettük eddig Tarantinoval, és a színészek pedig vestelően hozzák azt, amit ők ért. Úgyhogy ennek a filmnek 90%-ot adok, mondtam, hogy vannak apró hibája, ezt említettem, ezért megy le a 10% értelemszerűen, viszont az Oscar jelöltek közül ez tényleg egy olyan film, amit én rendezőként is jelöltem volna. Tehát, mivel nem láttam még azokból legalább 2-3 filmet, amelyen nagyon fontosnak tűnik, ezért nem említeném itt a többi rendező nevét. Meg hogy biztos, hogy nem érdemlik meg, de az biztos, hogy én beraktam volna. Lehetne ilyenkor bővíteni ott is egyébként a jelöltek számán. De ha már a múltkor egy-két adása korábban a szabályokról is beszéltem, hogy módosítatnának, lehetne a rendezőket is bővíteni, ha már a filmeket értelemszerűen bővítették. Mint a jelölések száma. Hát ezen kívül, amit még elmondhatok a filmhez, talán az, hogy vizualitásban is nagyon erős, megtaláljuk ugye a régi 60-70-80-as években látható spagetti westernhez hasonló stilizálást, vagy nem is tudom, olyan kell fontos a kérdés, stilizálást. Tehát ez a stílus, meg maga a színek, meg ahogy ilyen különböző ilyen layert, tehát ilyen réteget raktak rá valószínűleg a szűrőre, tehát különböző szűrőket használtak. Ez látszik nagyon ez a régi filmes effekt, hogy így fogalmazok. Néhol meg van egy kicsit modernebb életérzése az embernek, ami akkor abban jelent, egy kicsit érthető is egyébként. Mert vannak néha ilyen 20. századi kikacsintások, szerint a 21. tehát a mai emberre nézőre. És ez akkor érthető is, hogy kicsit, hogy mondjam, hogy másra válik egy kicsit a kép. Tehát a színezés, a szűrő, ugye tudjátok, vannak ezek a szűrős effektek, például a Die Hard 4-es sokan mondták, hogy nagyon kék. Hát ugye ez milyen a modernséget akarja mutatni, a komputerek világát, meg 21. századot, ezért volt olyan, szerintem tök érthető döntés volt, és jól nézett ki. Na itt van ez, hogy sokszor érződik kicsi modernitás, így mondjuk a gangster filmeket, vagy a lövöldözős mai akciófilmek felé. Például a vége felé, mint mondottam, sokszor meg a spagetti western jön elő, a bosszú filmek hatása, és ez a szűrőn is átjön, tehát ez fontos megjegyezni. Tehát a kamera szűrőjén. Úgyhogy nekem ezt tetszett ez a film, 90%-ot adok neki. Remélem, hogy Tarantino az Golden Globe után az Oscar-on is mutathat majd valamit, tehát díjazni fogják. Eredeti a forgatókönyv mindenki. Hát a Tarantino mindig is talán abba volt a legeslegjobb, és utána jöttek a színészvezetés és rendezői elemei, amiket ő nagyon jól tud vezetni és csinálni, de elsőlegesen ő mindig is a forgatókönyvekben volt jó, ahogy azért talán Nolan is igazán abba volt jó, és mégse kapott még ő se díjat, ahogy Tarantino se. Azt hiszem forgatókönyvét még nem kapott, ha jól emlékszem, mert egy Oscar-t legalábbis. Ja, meg is nézem gyorsan. Mert nem akarok azt mondani, hogy nyert Oscar, de nem vagy benne biztos. Hát de mégis azért kapott, bocsánat. Hát akkor mégis kapott, na akkor Tarantino kapott. Úgy emlékeztem, hogy csak egy rendezőit vagy filmet kapott a ponyveregényért, de akkor nem azért. Mindenesetre azóta még kapott volna a Becsülem Vigranti kér is, meg most is annyira jó. Szerintem az adott évben ő mindig egy erős dominanciát vett forgatók egy terén. Ahogy Nolan is. Mondjuk most tényleg nem a legjobb filmje volt forgatókönyvírói szempontból, hiszen rendezésileg meg sokat fejlődött szerintem az évek során, Nolan is. Úgyhogy ennyi lenne most ez a két film bemutatója, és egy kis összegzés az ilyen box office félremagyarázásokból, félremutatásokból szerintem, meg mismásolásból. Remélem tetszett az adás is nektek, most kicsit azért lerövidettem, 40-45 perces lett, hanem 35-36. Kérésre, én figyelek a kritikákra, a jó kritikákra, szintén nem az olyanokra, mint amit az egyéb neves, híres és megérdemelten híres Mike Games és Gamespace is egyébek mondtak, hogy a tényleg fontos kritikákra figyelek, de azokra, amikor csak azt írják, hogy szar vagy, meg hangosabb legyél, csak úgy, hanem mondják meg, hogy mikor, miért, miben, stb. Tehát most erről is lehet egy külön videót csinálom nekem is. De lényeg az, hogy én a konstruktív kritikákra én is figyelek, a trollokra én sem figyelek. Én próbálok sose reagálni rájuk, vagy ha igen, akkor egy fél sorral.
és ennyi. Az én szemem előtt és szemem mögött is a trollok, ha lehet, nem is léteznek. Még ha léteznek is az interneten. Én nekem ez eddig nagy rész sikerült. Tehát akkor búcsúzom tőletek. A következő adás valószínűleg egy sorozat lesz. És akkor jövő héten visszatérünk az interjúk játékok világába is úgy fent elvileg. Úgyhogy búcsúzom tőletek. Sziasztok! Wise man closes his mouth, madman closes his fist, young man shows his age, judge man.